Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és fölment velük egy igen magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Az arca ragyogni kezdett, mint a nap, ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz, Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította be őket, és a felhőben egy hang hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. Jézus azonban odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta. Keljetek föl, ne féljetek! Amikor szemüket felemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte. Senkinek se szóljatok el látomásról, míg az emberfia föl nem támad a halottak közül. Ezek az evangélium így, per evangelika dictam. Szeretett testvéreim, a három felolvasott evangélium szentírási részletből három lényeges gondolatot emelünk ki. Vonulj ki rokonságodból. Kivonulás, exodus, mint keresztény jelenség. Senkinek se szóljatok el látomásról. A látomás, mint amely a keresztény kell, hogy vezesse. És vállald a szenvedést az evangélium hirdetésért. Az evangelizálás, az evangélium hirdetése. Kivonulás, látomás, hirdetés. Testvérek, mit jelent ez egy keresztény számára? Ábrahám számára azt jelentette, hogy a pogányságból, ahol sok Istent imádtak, Isten most kiveszi őt, egy emigráns lesz, Istenért lesz emigráns, mert Isten egy új dologra akarja tanítani. Nagyon nagy dolog, hogy nincsenek Istenek. Hogy ez a világ nem Isten. Egy Isten van, aki teremtő. Akitől elszakadt az ember, de majd a proféták által megígért messiást elküldés, mindent jól lesz, minden jó lesz. Ez számára az exodus. Testvérek, de amit valaha megírtak, az okulásunkra írták meg. Hogyan teljesedik be az Ószövetség a mi életünkbe, keresztények életébe? Az utolsó vacsorán erről beszél Jézus. Ha a világ gyűlölt titeket, tudjátok meg engem, előbb gyűlölt nálatok. Ha e világból volnátok, a világ mint övéit szeretne titeket. De mivel nem vagytok e világból valók, hiszen kiválasztottalak titeket, gyűlölt titeket a világ. És amikor imádkozik, ez az utolsó, amit hallanak az apostolok még együtt, Szent Atyám, értük könyörgök, tieid ők. Én már nem vagyok e világban, de ők e világban vannak. Nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem óvd meg őket a gonosztól, hiszen nem e világból valók ők, amint én sem vagyok e világból, szenteld meg őket az igazságban. És még egyet mond a búcsúbeszéd közepén, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Ezt most végig kell gondolni. Mit jelent ez, hogy a keresztény nem e világból való? Hiszen a testünk ebből a világból való. Igen, de a keresztség szentsége is a hit részesít minket az Úr Jézus Isten fiúságából. Testvéreim, egy új életet kaptunk. Az énünk ott belül föl van emelve az örökké valóságba. Ez a kereszténység. Tehát legbelül ki vagyunk véve a világból. Az Istenhez tartozunk. És mégis ebben a világban kell élni.
Sok keresztény ezt nem érti. Ez a legnagyobb fájdalma. Hiába jár misére, karácsony, húsvét, talán még meg is gyónik néha, nem érti ezt. De most nekünk papoknak, hitoktatóknak, meg akik értitek ezt, addig kell mondani, amíg megérti, és akkor vagy elfogadja, akkor itt marad, ha nem fogadja el, menjen ki. Hogy kivette az énünket az Isten ebből a világból. Csak fizikailag vagyunk itt. Küldetésünk van. Nagyon sokat kell még itt tennünk. De az énem, az a fiú Istennek az istenségéből részesedett, föl lett emelve, ott benn nincs halál. Ott örök élet van. Testvérek, sok keresztény nem érti, vagy nem akarja érteni. Ha valamennyire már érti, nem gyakorolja. És ha gyakorolja, akkor kihagyásosan gyakorolja. Testvéreim, tudjátok, mi árt legjobban az egyháznak? Most lehet, hogy botránkoztatlak benneteket. Nem az, hogyha egy püspök vagy egy pap nagyot bukik. Bűnös. Méltatlan életet él. De a hívek közül mennyi? Ezek vagy megtérnek, vagy elvesznek. De az egyházban a bűn az bűn. Az egyházon kívül már nem biztos. Ezek botrányok, fölkavarják a médiát, egyes híveket is, hogy jaj, hát ilyen van, bocsánat. Ez csak azt jelenti, hogy emberekből állunk. Nem püspök vagy bíboros, hanem a 12. Júdás elárulta őt. És akkor te azért hagyod ott az egyházat, mert vannak gyatra papjai, meg gyatra hívei. Hát akkor ott hagyhatnád az emberiséget, mert az emberiség is bűnös, és akkor kimegyek az emberiségből. De hát ez az a szent egyház, testvérek, amely ki van véve a világból. Igen, ezt kell megérteni. Amikor egy keresztény botránkozik azon, hogy hát ez az egyházban mennyi rossz van, akkor valószínűleg nem tudja, hogy mi az egyház. Hogy az egyház mélyén viszont Isten élete ott van. A szentekben, bennünk is, a bűnbánokban. Igen. Tehát akkor nem a világban van ám nagy baj, nem is azok okozzák a legnagyobb bajt, akik valami nagy bűnnel botrányt okoznak, majd elszámolnak az Isten elé, hanem a langyos keresztények tömege. Az úgynevezett jó papok meg jó hívek, akik nem törekednek életszentségre, akik csak úgy ellötyögünk az egyházban. Mi az egyháznak az immunrendszerét tesszük tönkre. Elérkezett az idő, hogy aki hívő, aki keresztény ember, aki pap, az ezt élje. És akkor a só nem veszíti el az ízét. Ne azzal törődjünk, hogy milyen a világ. Amikor az egyház megújul, megújítja a világot. És hogyan újul meg az egyház? Nem úgy, hogy neki megyek a bűnösöknek, meg rendet teszek az egyház. Az egyházra senki se tegyen rendet. Ott együtt van a konkoly meg a búza. Majd a végén rendet tesznek. Szent Ferencnek épp úgy fájt egyes híveknek a súlyos, botrányos, bűnös élete. Papok, szerzetesek, püspököknek a gazdagsága, a bűne, mint bárki másnak az egyház történelemben. De nem azokat akarta megjavítani, hanem őt ért meg. És az egyház megújult. És a világ megújult. Annyira, hogy Szent Ferenc nem csak a mi rendünké, nem csak a katolikusoké, és nem csak a hívőké. Minden ember szereti őt. Egy megtért ember. És azt írja, hogy mi a mi feladatunk, mint szerzeteseknek. Hogy megtérjünk. És ha valahogy kiűznek benneteket, menjetek egy másik helyre, és ott folytassátok a megtéréseteket. És ez a keresztény életnek a lényege. Testvéreim, ez a kivonulás, ez a világgal való paktálásnak minden visszautasítása itt legbelül, ugyanakkor a világba lenni.
és úgy cselekedni, ahogy én ezt belül látom, mint miniszter, aki nem szavazhat az abortusra, mert akkor nem keresztény. Vigyázzunk, azért el kell mondani egyszer a parlamentbe levőknek is, és el fogom majd mondani, hogy a lelkiismereted, meg a keresztény hited, az fölött áll ám a pártpolitikának, akármelyik párt, fölött áll az Európai Parlamentnek, fölött áll a világ történelemnek. Őt hallgassátok. Tehát keményen bennmaradok a világba, de nem e világból élek, hanem ezekből a vasárnapokból, az igéből, az áldozásból. És testvérek, egy olyan fény vetődik erre a hétre mindig. A látomás. A keresztény élet lényege egy látomás. Nem látás, hanem látomás. Látomás olyan értelemben, hogy a lényeget ragadom meg. Pontosan az, ami láthatatlan, Jézus Krisztusra vonatkozóan. Enélkül nem jöhet létre vele való életegység. Enélkül én nem tudok a világnak ellent mondani. Ki ne irigyelte volna meg közülünk testvérek, hogy de jó volt ennek a Péternek, Jakabnak és Jánosnak. Pedig nincs igazunk. Miért nincs? Maga az Úr megparancsolta, hogy senkinek se szóljatok erről, amíg én föl nem támadok. Miért? Mert valamit láttak. Megrendítő dolgot láttak. Az, hogy Mózes és Illés, aki a zsidónak nagyobbá, mint Jézus, még az apostoloknak is egy Mózes, hát ott beszélgetnek vele, akkor ki lehet ez a názáreti? Az égből azt mondja az Isten, hogy hallgassatok rá, kicsoda? Nem tudták. Az apostolok az Úr föltámadása és a Szentlélek kiáradásáig nem tudták azt, hogy Jézus Isten. Ez lehetetlen. Sejtettek valamit. Szavai meg is botránkoztatták, hogy nagyobb valaki van itt, mint Salamon. Nagyobb valaki van itt, mint Jónás. Te testvérek, és az ellensége is megértették. Mivé teszed magadat? Tehát ha Jézus egy őrült zsidó lenne, aki Istennek képzeli magát, akkor nem végezték volna ki, hanem a bolondok házába vitték volna. Tetszik tudni? És ha egy zsidó Istennek képzeli magát, akkor azt mondja, hogy én vagyok az Isten, de is nem ezt mondta, hanem én és az Atya egy vagyunk. És elküldöm a Szent Lelket, tehát három személy, ezt egy zsidó meg nem találja ki. Testvérek, itt bizonyosodik be, mint a János Evangéliumban olvasunk, hogy nekem nincs szükségem tanúra, az igéim tanúskodnak róla. Vannak Jézusnak olyan kijelentései, hogyha belegondolunk, akkor beletekintünk az ő titkába, hogy kicsoda ő. Itt most azért estek térdre az apostolok, mert az Atya szózat hangzott. De majd föltámadása után előtte esnek térdre, és azt mondja Tamás, én Uram, én Istenem. Tehát, amit mi tudunk, hogy kicsoda Jézus, azt akkor nem tudták, amikor látták. Tehát hiába való volt látni, a te hitedbe, hogy tudod, hogy kicsoda Jézus, abban nagyobb ragyogás van becsomagolva, mint a színeváltozásba. Ezért minden nap egy picit kell elmékedni, mert ma annyira piszkosítják a világot a média. Ki kell vonulni egy kicsit a világból, néha még azért helyileg is, bezárkozni egy szobába. Vagy a kertbe leülni pár percre. Ki vagy te, Uram Jézus? Tudom, hogy az Isten fia vagy. Ha te kicsomagolod a keresztény hitedet, utoljára nem maradott senki, csak Jézus egyedül, és tudod, hogy kicsoda? A második isteni személy, aki értem emberré lett, meghalt és feltámad. Hát ez nagyobb, mint a színeváltozás. Bizony, ez az a belső látás, amit minden nap látni kell. Ha te ezt látod, testvéreim, akkor lehet, hogy a legszeretettebb lény temetik, az édesapádat, édesanyádat, gyermekedet. Akkor ennek a fényébe látod.
Valami olyan hatalmas vigasztalás. Sírsz, épp úgy, mint a többi ember, de nem úgy gyászolsz, mint a pogányok, akiknek nincs reménységük. És az, hogy most nincs munkád, hogy baj van a családban, édes Istenem, innét jönne a vigasztalás. Mert ebbe a látásba, ebbe a hitbe te úgy bele tudsz kapaszkodni, hogy akkor te legyél az, aki megbocsát. Akkor te legyél az, aki átöleled a másikat, pedig hát bántott téged. Igen, testvéreim. És evangelizálás. Veszélyes Jézusról szólni, őt hirdetni, ezen látomás nélkül, ezen hit nélkül. Ezt látjuk, hogy az egyházon kívül Jézusról csinálnak filmet, erkölcstelen filmeket, mert magukat beszélik ki. Tehát ők a hiten kívül nézik Jézust, tehát akkor nem látnak bele semmit. Nem tudják, hogy kicsoda. És mintha a legtöbb keresztény megállna a színeváltozás jeleneténél, hogy ez a Jézus egy felsőbbrendű lény, de nem Isten fia. Ez egy fantom, ez olyan, mint Mózes és Illés, egy a vallás alapítók közül nem. Vagy Jézus olyan, mint egy szent forradalmár, vagy egy filozófus. Testvérek, nagyon vigyázzatok, mert a világ szokta legjobban dicsérni Jézust. Renánnak a könyve 19. században olyan szépet senki sem mondott róla. A galileai tavaszról. De ez a nagyon szép, ez a lelkendezés, ez nem ér fel Jézusig. Mert Jézus csak egy szupersztárnak nézi. Egy tragikus hősnek, aki akart valamit, de aztán talán nem sikerült. Nem az Isten fiának. Jézus Krisztus nem szupersztár. Nem. Isten fia. Testvéreim, bármilyen szenvedés ér bennünket, ezt a látomást ne felejtsd el. És ha megvan ez a belső látásod, akkor hirdesd az evangéliumot. Hogyan? A kis unokádnak összeteszed a kezét, és azt mondod, ott a feszület, az az Úr Jézus, az Isten fia, akit megöltek, de föltámadt. Átadtad a hited. Környezetednek is. Milyen szülő az, aki ezt a belső hitét nem adja tovább? Testvérek, ma az egyház immunrendszerét kell megerősíteni. Nem az egyes betegséget gyógyítani, azok majd gyógyulnak. Hanem nekünk kell újra Krisztus híveinek lenni. És ez a három összefügg. Látni Jézus, mint Isten fiát, akiértünk meghalt és föltámadt. Elfogadni, hogy engem Isten gyermekévé tett, kivett ebből a világból, de visszaküldött, küldetésem van, hogy hirdessem ezt az örömhírt, amely az egyetlen örömhír, hogy emberré lett, értünk kínhalást szenvedett, de megigazulásunkra föltámadt. Amen.